az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, RoadPol, március 6-a és 12-e között Magyarország egész területén a biztonsági övek használatának ellenőrzését végezték. A Szerencsi Rendőrkapitányság ellenőrzései során találkozott olyan esettel, ahol nem használták ezt az eszközt. Az ellenőrzések során a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan felhívták a figyelmet a biztonsági öv használatára, hiszen ennek elmulasztása komoly következményekkel jár. Előfordultak olyan esetek, amikor sem az utas, sem a sofőr nem használta a biztonsági eszközt, az ő esetükben pénzbírságot és büntetőpontokat szabtak ki a rendőrség munkatársai. Az elmúlt hónaphoz hasonlóan ebben a hónapban is a RoadPol ellenőrzések fókuszában a passzív biztonsági eszközök használata áll. Elsősorban a biztonsági öv, illetve a gyermekbiztonsági rendszer. Amennyiben motorossal találkozunk, akkor a bukósisak megfelelő használata az, ami különösebben az ellenőrzéseink fókuszában van. Gyakorlatilag ugye továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az egyik legfontosabb baleseti mellékok a passzív biztonsági rendszerek használatának elmulasztása. Ez főként abban mutatkozik meg, hogyha bekövetkezik egy baleset és nem használjuk ezeket a biztonsági rendszereket, főként a biztonsági övet, akkor gyakorlatilag sokkal súlyosabb eredményű lesz a baleset, vagy sok esetben egyébként a baleset csak anyagi kára az árvona, de mivel nem használták a biztonsági övet, ezért sérülés és keletkezik. Ennek a megelőzése érdekében végezzük ezeket az ellenőrzéseinket. Megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy a médiában mindenütt megjelent az, hogy ezt fogjuk ellenőrizni, és főként erre a területre fogunk fókuszálni, ennek ellenére nagyon sokan úgy döntöttek, hogy nem kapcsolják be a biztonsági öveket, néhányan a gyerekülés sem használták megfelelően, úgyhogy én azt tudom elmondani, hogy az elmúlt hónapban kiemelkedően magas számú intézkedésre került sor, főként a biztonsági övek elmulasztása miatt. Azt kell tudnunk, hogy a biztonsági öv használatának elmulasztás esetén nincs lehetőség mérlegelésre. Közigazgatási bírságot szabnak ki a kollégáim a helyszínen. Ennek fix összege van. Gyakorlatilag lakott területen belül 10 000 forint, lakott területen kívül pedig 15 000 forint összegű bírság. Amit még nagyon fontos ehhez tudnunk, az, hogy a járművezető részére mindenféleképpen ki kell szabnunk 3 büntetőpontot is. Gyakorlatilag, hogyha valakinek már vannak összegyűjtött büntetőpontjai, akkor 14 pontnál a rendszer automatikusan küld egy értesítést, és 18 pontnál automatikusan bevonják a vezetői engedélyt. 14 pont után, hogyha az értesítést megkaptuk, akkor el kell menni, vagy van lehetőség elmenni önállóan egy képzésre, hogyha ezzel a képzésen sikeresen részt veszünk, és utána végén sikeres vizsgát teszünk, akkor tudnak törölni a büntetőpontokból. Ami ennek a rendszernek, vagy ami ennek a hátulütője lehet, hogy a 14 pont után, hogyha olyan szabályszegést követünk el, ahol egy szabályszegésért több mint 4 pontot szabnak ki, akkor automatikusan túlléptük a 18 pontot, ott meg már nincsen lehetőség arra, hogy ezen a vizsgán részt vegyünk. Vannak jó irányú tapasztalataink is természetesen, tehát van olyan, akit tudjuk, hogy korábban már bírságoltunk, és azóta jó néhányszor ellenőriztük, és a bírságot követően már használta a biztonsági övet, valószínű annak érdekében. Egyrészt, hogy elkerülje a bírságot, másrészt már valószínű, hogy rájött arra, hogy ez saját érdeke, saját testi épségének megjúvása érdekében kell, hogy használja a biztonsági övet. A Szerencsi Rendőrkapitányság felhívja a közlekedésben résztvevők figyelmét, hogy mindig használják a biztonsági övet, hiszen ezáltal akár életet is menthetnek.